Kedves gyülekezet, kedves Katika, ez a szombat egy örömünnep mindannyiunk számára, és egy pár gondolatban hadd említsem meg, hogy ennek az örömnek, ennek az ünnepnek ez most csak a kezdete. Nincs vége. Jézus eljöveteléig mindig ünnepelni fogunk, amikor Isten segítsége által győzünk a bűneink felett. Itt szeretném megemlíteni, hogy most szolgálatok következnek, elsősorban a Jóisten neve dicsőítésére, de ugyanakkor neked is szólnak ezek a szolgálatok. És az idő rövidsége miatt lerövidítettük egy picit, de szeretném azt, itt vannak többen is a Szeretet Otthon gyülekezetéből, nagyon jól ismered a testvéreket, barátokat, az Életmód Klub tagjait is külön szeretettel köszöntjük, és többen készültek szolgálattal, és megígérjük neked, hogy egy következő alkalommal folytatni fogjuk a szolgálatok sorát ott a Szeretet Otthonba. Én azt mondtam, hogy mindenki fog szolgálni, úgyhogy ezt jól értsd, úgyhogy most egy rövidített formája következik Isten nevé dicsőítésére. Szolgálatokat hallgassunk meg, két költemény következik, először Sólyom Sándorné testvérnőtől, utána pedig Varga Csillától, és a kórus szolgálatát is hallgassuk majd meg. Élet Krisztusban, Moldován Vilmos verse. Bolyongtunk vétkük útvesztőin, szálltunk a gőg színes felhőin, tapostok a bűn rút sarát, keresve az örömvárosát. Két kézzel szórtuk javainkat, hittük, hogy a bűn örömet ad, mert hajszoltuk a déli bábot, letapostunk sok szép virágot. Este felé elfáradt a lábunk, s egy felperzselt rónán megálltunk. Megfonnyadt ajkunkon az ének, reszkedtek bűn miatt a térdek. Álltunk bűn éjben réveteg, elhagytuk az öröm réteket, napunk lehúnyt, fényünk kialudt, és nem láttunk sem várost, sem falut. Míg didergő lelkünk remegett, a szél kavart sötét felleget, egy cikázó villám dördült meg, és fénnyel szórta tele a hegyet. Mély csend porult a néma tájra, bennünk meghalt a bűn varázsa, szomjazó lelkünk vágyva vonzott, hogy keressük a kopár dombot. Golgotán könnyebb lett a lelkünk, mert Krisztusnál kegyelmet leltünk. Míg szívünk a békét kereste, ráhultunk a véres keresztre. Lábunk a bűn útján elfáradt, földre tiport a mély bűnbánat, s könnyeink a szép harmadgyöngyök áztatták a véres göröngyöt. És ekkor történt a nagy csoda, széttört rajtunk a bűn kaloda, Krisztus vére tisztára mosott, és szívünkbe új életet hozott. A régi ember meghalt bennünk, felderült a kék ég felettünk, megváltó szívünkbe feltámadt, gőg helyett győzött az alázat. Krisztus elvette a csúf ruhát, helyébe fehéret adott ránk, sugárzó arccal mosolyogva léptünk a bővízű folyóba, hol a vízhullám eltemetett, szennyet, bűnt, hajótört életet. Tavasz volt, és ragyogott a hold, új életnek áldott napja volt. És azt szeretném megjegyezni, hogy ugye a vers tartalmából is kitűnt, hogy ez nem világos nappal történt ez a keresség, hanem holdvilágnál. 1953-ban Kolozsváron, akkor még bizony tiltva volt a keresség. Most viszont hálát adhatunk az Úrnak, hogy szabadon történhet ez itt nálunk. Amen. Köszönjük szépen. Most ősz van, és tavasszal, ősszel, télen, nyáron is Isten hív mindannyiunkat a megtérésre. Novák László, Isten kezében. Az én számomra véletlen nincsen. Derű vagy boruleng fejem fölött, mögötte ott van Atyám, az Isten.
visszatekintve öröm s bó között, tisztán látom, mély bölcsen vezetett, érzem, mély nagyon szeretett. Édes béke száll szívem mélyébe, életem ott van, Isten kezébe. Nem kell félnem, ha vészjő felém, csak mit ő enged, az eshet velem. Szenvedéseknek sötét éjjelén járjak bár, béke, öröm tölti el kebelem. Isten kezébe van az életem, javamra ad mindent ő nekem. Ha tövistép is, rózsanő azon, hálaszó váltja fel majd panaszom. Kezébe vette életem kormányát, megszabta bölcsen nekem az utat, rárakta a titkok homályát, mindig egy lépés csak az, amit mutat. És mégis megyek, amerre vezet, áldom azt a bölcs, hatalmas kezet, mely áldott, védett az elmúlt éveken, mely uralkodik földön és egeken. Reája bíztam, éltem ügyeit, csendben várom őt, míg intézkedik. Miért előzném meg csodás nagy terveit? Nem siet ő, de el sem késhetik. Mindent legjobban, legjobbkor végez. Tudom, ő szeret, nekem elég ez. Bármerre vezet, bízom benne, hisz e földről akarja, a mennyekbe visz. Ámen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket, testvéreinket. Téged, Katika, örülünk, hogy itt vagy velünk, itt vagy közöttünk. Örülök, hogy a munkatársammal, Andrással együtt szolgálhatunk. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik felvételről, vagy akik élőben az interneten keresztül követik figyelemmel ezt az örömteli alkalmat. Milyen jó, hogy ma is tapasztalható az Isten szeretete és kegyelme ezen a földön. Úgy összeszorulhat az ember szíve, hogy milyen lehet nem ilyen békés körülmények között összejönni. Milyen lehet, ahol nem lehet találkozni. Vagy ahol, ahogy hallottuk a versnek a gondolataiban, amikor ez tilos volt.
vagy titokban kellett találkozni. Milyen jó, hogy ma, bár sokan vágynak rá, és az igéből megtalálható, egy kicsit szomorúsággal tölt el bennünket, hogy mégsem találják azzal az Istennel való találkozást, akit te megtaláltál. És olyan különös, olyan csodálatos, hogy egy ember életében hogyan teljesedik be a szülőknek, a hozzátartozóknak, egy gyülekezetnek az imádsága. Tegnap este beszélgettünk, és olyan jó volt egy picit belegondolni abban, hogy a te tágabb családodban, amikor megházasodtatok, akkor imádkozó szülők voltak a háttérben. És bár évek, évtizedek teltek el, milyen sokszor csak évek múlva kapunk választ az imáinkra. Talán akik akkor imádkoztak, nem is élnek, nem is tudják, talán majd velünk fognak örülni egyszer, hogy hogyan, milyen különös módon kerül meghallgatásra egy ima. A mai alkalommal mégis szeretnénk megnyitni az Isten igéjét, mert vágyunk arra, hogy egy kicsit mélyebb tapasztalatunk legyen arról, hogy mit is jelent a keresztség, mit jelent a te számodra, miről beszél a Szentírás, amikor egy ilyen örömteli alkalommal arról gondolkodunk, hogy, és a gyerekek is talán, vagy akik még nem láttak ilyen alkalmat, hogy mi is fog történni itt ebben a medencében. Mi történik egy ilyen jelképes alkalmon? Akikkel tanulmányoztuk a mai Biblia tanulmányunkat, hétről hétre a reménységről beszélgetünk a Biblia tanulmányban, és ma is a halottak feltámadásáról gondolkoztunk, hogy Jézus idejében, és akár az Ószövetségben is, hogyan történt ez meg az Isten segítségével. Az alap igénk is, amiről ma beszélgettünk, ezt a gondolatot fogalmazta meg Jézus szavai szerint, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Milyen hálásak lehetünk most, amikor a világ emlékezik a halottaira, hogy nekünk van bizonyosságunk az élők, de a halottak felől is. De ennek az igének a második része hozzánk élőkhöz szól, és azt mondja, hogy és aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Ennek az igéje olyan különös módon szólít meg bennünket, és élő reménységgel szeretné megvilágítani a keresztségnek a szent eseményét, amikor a Biblia szerint valaki meghal és feltámad. Amikor jelképes módon valaki alámerül a hullámsírban, majd pedig feltámad abból, és egy új élet kezdődik ezen a földi életében is, de a mennyben is lapoznak egyet azokban a könyvekben, amikről beszél a Szentírás, hogy emlékkönyvek iratnak rólunk. Gyerekek, vannak nektek emlékkönyveitek? Kinek van emlékkönyve? Van emlékkönyvetek? Szoktatok néha? Régen ez nagy divat volt. Az én időmben emlékszem rá, hogy a gyerekek mindenhova vitték magukkal, vagy vittünk magunkkal olyan könyveket, amikor egy-egy osztálykirándulás, vagy iskolai kirándulásnak az emlékeit, újságcikkeit, gondolatait ragasztottuk be az emlékkönyvbe. Képzeljétek el, hogy a Biblia azt mondja, hogy a mennyben is vannak emlékkönyvek. És bár egy földi emlékkönyv az hiányos, és néha úgy hiányoznak belőle fontos részek is, a mennyei emlékkönyvekbe minden pontosan bekerül, és jegyzésre kerül. És milyen hálásak lehetünk, hogy Jézus szavai szerint aki csak él, és hisz én bennem. És ez nem csak akkora volt igaz, hanem ma is, az soha meg nem hal. Annak a csodájáról tesz bizonyságot ma minden keresztség, és minden gondolkodás vagy út megváltozása, hogy az Istennek van hatalma ezen a földön, és nem kisebb, mint amikor itt járt 2000 évvel ezelőtt, és mondjuk halottat támasztott. Mert nagy csodának tekintünk, hogyha valami természet feletti történik. És azt gondoljuk, hogy ez valami hatalmas erőnek a birtokában lehet csak tenni. És az Isten szent lelke, amelyik munkálkodik egy imádság nyomán, talán nem élő szeretteinknek a gondolatai is, és az imái is egyszer csak beteljesednek. Ilyen tapasztalat lehet a te életedben is. Végül annak a döntése, hogy te úgy döntöttél, hogy szövetséget szeretnél kötni a te Isteneddel.
És nem csupán hálával gondolni a te korábbi szeretteidre, hanem egy élő kapcsolatban lenni azzal az Istennel, aki szólt hozzánk ezeken az igéken keresztül. Ha az Ószövetséget néznénk, és a keresztségnek a gondolatát vizsgálnánk, akkor látjuk, hogy az Ószövetségben is voltak keresztségek. Többnyire betegséggel kapcsolatos, vagy a rituális tisztulással kapcsolatos gondolatokban jelenik meg. Például a szíriai Naamánnak mondja azt a próféta, hogy menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánba. És bár nagyon mérges lesz, és bár úgy gondolja, hogy sokkal jobb körülmények között is meg tudnék én fürödni, mint ebben a koszos kis csatornában, gondolja ő, végül mégis megteszi, és nem is találkozik ugyan a prófétával, de csodálatos gyógyulásban, egy gyógyíthatatlan betegségből való gyógyulásban lesz része. A keresztség az új szövetségnek a gondolatai szerint egy halálos betegségből való gyógyulásnak a jelképe, a bűnből való szabadulásnak a jelképe. Jézus idejében is történtek keresztségek, és a Szentírás feljegyzi, hogy maga Jézus is megkeresztelkedett. És ebből a történetből választottam a mai alapigét, a Szentírás János evangéliuma szerinti írásából, ahol János feljegyzi, hogy amikor maga Jézus készül megkeresztelkedni, akkor találkozik az éppen keresztséget folytató szolgálattevővel, János apostollal, és ez egy különleges találkozás volt, és a Szentírás így jegyzi fel János evangéliuma első fejezetének a 29. versét, de én néhány igeverssel korábbról szeretném a 25. verstől olvasni az igét, amikor a farizeusok és a korabeli tanítók megkérdezik keresztelő Jánost, hogy ő miért keresztel. Hogy miért használja azokat a fogalmakat, azokat a szent jelképeket, amiket a papoknak a privilégiuma az áldozati rendszerhez, a betegségből való gyógyulásnak, a tisztátalanságból való visszajövetele a közösségbe jelképei voltak ezek, hogy miért is kérdezi, hogy miért keresztelsz tehát? Ha azt mondod magadról, hogy te nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem Ama próféta. Miért keresztelsz? Ezt a kérdést ma is feltehetnék nekünk sokan, hogy miért keresztelünk mi? Miért keresztelt keresztelő János? Miért keresztelünk ma? Miért tekintjük fontosnak a Szentírás szerint, hogy kereszteljünk? Nézzük, hogy mit válaszol János. Felelt nekik János, és mondta, én vízzel keresztelek. De köztetek van, akit ti nem ismertek. Ő az, aki utánam jő, aki előttem lett, és akinek én nem vagyok méltó, hogy a sarulja szíját megoldjam. Kiről beszél János? Milyen lehetett készülni Jánosnak felismerni a saját életében egy szolgálatot, egy korabeli prédikátor, egy korabeli ember, aki abban a vallási közegben úgy érezte, hogy nem a templom a legalkalmasabb hely beszélni az evangéliumról, a Mesiásról, Jézus visszajöveteléről. Bár akkor is nagyon várták sokan, és ő kimegy a pusztában, és hatalmas erővel prédikál. A Szentlélek erejével szólította meg az embereket. Az emberek úgy érezték, hogy az Isten színe előtt vannak, hogy a szó behatol a szívükbe, érinti a lelkiismeretüket. És sokan átadták az életüket az Istennek, és János vízzel keresztelt. Persze jöttek a kritikusok, meg jöttek a kémek, és jött mindenki, hogy de miért, és hogyan. És amikor már ezrek és hatalmas sokaság jött, és hallgatta, és követte őt, akkor János világossá teszi, hogy én vízzel keresztelek. De van valaki, aki nem sokára fog jönni, aki köztetek van. És most mi is arról a Jézus Krisztusról szeretnénk beszélni, aki közöttünk van. Erről szól ez a mai alkalom is. János a keresztelő is erről beszél, és olyan szomorúan kellett azt mondania, hogy
akit ti nem ismertek. Vajon mi ismerjük Jézus Krisztust? Vajon találkoztunk vele? Vajon milyen kapcsolatban vagyunk vele? Hiszen most jó körülmények között, békességben, nem pusztai közegben, bár jól lehet, személyes életünkben egyesek megélhetik a puszta, a kiszolgáltatott helyzetnek a helyzetét. Milyen lehet kiszolgáltatottnak lenni? Milyen lehet haláleset után gyászolni? Milyen lehet elvált körülmények között keresni az Istent, visszatalálni? Milyen lehet haragban lévőknek találkozni egymással? Milyen lehet gyerekeknek, sokszor az iskolába történnek olyan nem jó dolgok. Milyen lehet gyerekeknek megélni, amikor csúfolják őket, vagy amikor a szüleik veszekednek egymással? Vajon milyen Isten van közöttünk? Azt mondja János, hogy nem sokára jön valaki, aki már itt van. És a 29. vers azt mondja, hogy másnap. Nézzük, hogy mi történt másnap. Nem lehetett ez egy könnyű beszéd János részéről. Ha Jézust megölték, és tudjuk, hogy keresztelő Jánosnak is mi lett a sorsa. Vajon tisztában volt János, hogy mi lesz az ő bizonyságtevésének az eredménye? Gyerekek, emlékeztek, hogy keresztelő Jánossal mi lett? Lefejezték. Köszönöm, hogy a gyerekek emlékeznek rá. Keresztelő János meghalt a börtönben, ráadásul butaság miatt. Egy tánc, egy királynak a kegye, és különös körülmények között. De János másnap ismét kimegy a Jordánhoz. Még kint vagyunk a pusztában, és azt olvassuk, hogy látta János Jézust ő hozzá menni, és mondta: imi az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Amikor kezdődik az Isten tisztelet, akkor mindig a műszaki segítők meg szokták kérdezni, hogy mi legyen a címe az Isten tiszteletnek. Mit írjunk ki az internetre? És ezt az igeverset választottam, hogy imi az Istennek ama báránya. És egy keresztség során lehetne ennél találóbb és ennél megindítóbb címet találni, hogy jön valaki, akiről azt mondja János, hogy a sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani, aki nagyobb nálam. És János abban a pillanatban meglátja, hogy az Istennek ama báránya, aki eltörli a világ bűneit, aki elveszi az én bűnömet, akiről én beszéltem, az egész szolgálatom erről szól, hogy itt van valaki, aki itt van közöttünk, aki még nem volt eddig látható, talán rejtett módon, még a családjával volt. De aki nem sokára olyan különös erővel, nagy hatással lesz jelen az én életemben. Ő az, akiről én mondtam, mondja, hogy én utánam jön egy férfiú, aki előttem lett, és aki előbb volt nálamnál. Milyen különös módon beszél a Szentírás Jézus Krisztusról, és olyan világosan látszik, hogy János fölismeri, hogy ő Isten fia volt. Az ő nevében, amikor maga a keresztség megtörténik, akkor a keresztelő azt mondja, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Elismerjük Jézus Krisztust Isten fiának. Elismerjük, hogy ő az, aki világosságot gyújtott a mi szívünkben. De 2000 évvel ezelőtt, akiről János fölismerte, hogy az Istennek a ma báránya, egyszerű ruhákban volt. Sőt, néhányan ismerték az ő gyermekségét. Néhányan ismerték a szüleit. Tudták, hogy az ácsmesternek a fia. Tudták, hogy hol nevelkedett. Támadhat-e, vagy származhat-e valami jó Názáretből, mert nem jó hírű vidékről való volt. És a szülei, olyan zűrös volt az a házasság. És még később is úgy bele nyomják a tört Jézusnak és az édesanyjának a szívébe. De keresztelő János felismeri őt. És tudja, hogy ő Isten fia. Tudja, hogy imi az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. És milyen hálásak lehetünk, hogy amikor a keresztség alkalmával, tegnap is, amikor erről beszélgettünk, akkor
arról az Istenről beszélhettünk, és arról tettél te is bizonyságot, akit te olyan különös módon ismertél meg, és ismerted fel az imádságok beteljesedéseképp is az életedben. A nehézségek vagy a tragédiák ellenére is az ő vezetését ismerted fel az életedben, hogy nem vagy egyedül. János evangéliuma, aztán a későbbiekben a harmadik fejezet olyan különös módon, immár Jézusnak a személyes bizonyságtevésében, amikor elkezdi az ő szolgálatát, a harmadik fejezet 16. versében, amikor egy éjjeli beszélgetésben beszél arról, hogy miért is született ő erre a földre, akkor úgy olvassuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot. Milyen szépen beszél az ő atyáról. Milyen szépen beszél, mint az édesapjáról, a mennyei Istenről, ahogy a Szentírás máskor mondja, hogy az öregkorú. Azt mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nikodémusnak azt mondja, hogy te idős vagy. És vajon ismersz engem? Vajon tudod, hogy én ki vagyok? Tudod, hogy ki az az Isten, akiről te tanítasz a főiskolán, az egyetemen? Akiről olyan különös módon, olyan mélyreható módon beszélnek a zsidó proféciák, és az Ószövetség, és mindazok a zsidó bölcsek, akinek a tanításait olyan aprólékos részletességgel te ismered. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És aztán János apostol szintén az ő levelében, az már 1 János 3.16, és onnan szeretném olvasni az igét. János apostol leveleiből, az első levele 3. fejezet 16. versében, nagyon hasonló János 3.16 és 1 János 3.16. Nézzük, hogy itt mit mond. Azt mondja, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Miről ismertük meg a szeretetet? Honnan igazolódott az, hogy úgy szerette Isten a világot? Hogy kész volt odaadni helyettesként. Hogy kész volt lefizetni a váltságdíjat. Kész volt elrendezni valamit, amit mi nem tudunk. Hányan próbálnak leszokni különböző szokásokról az életben. Nem jó jellegű szokásokról. Nem csak vásárlási szenvedély van. Ma már vannak, tudjátok, vannak ilyen úgynevezett szenvedélybetegségek. Hallottunk már erről a szóról, hogy szenvedélybetegségek? Nehogy azt gondoljuk, hogy csak az alkoholizmus egy szenvedélybetegség. Nem csak azok, akik valamilyen szerrel élnek, valamilyen függőségben. Ahogy az egyik nagy pszichológus mondja, hogy a sóvárgás démona. Ahogyan belülről nem is értjük pontosan, hogy milyen módon sóvárog az ember lelke, valamilyen szomjúság, valami betölthetetlen dolog, és ismét, és ismét, és ismét való gyakorlatával, nem hogy szűnne, hogy így mondjam, ez a fajta szomjúság, hanem még csillapíthatatlanabbá válik. És amiről azt gondoltuk, hogy majd megoldás lesz, az végül már a végén rabságban tart. Nem is tudja az, és talán ne is tudjuk meg soha, hogy milyen lehet egy szerhasználónak, vagy egy szerfüggőnek valamilyen droghoz, vagy valamilyen dologhoz nyúlni, és az életében pótolni valamit, amivel nem rendelkezik. Vagy ami enyhít egy bizonyos fajta feszültséget. Van feszültség a mai gyerekekben? Hallom, hogy általános iskolában már a felsőben is megtalálni bizonyos jellegű dolgokat, amik korábban soha nem voltak. Milyen teher lehet egy mai általános iskolás, hatodikos, hetedikes, nyolcadikoson? Nem is látjuk sokszor, hogy milyen teher alatt vannak, már gyermekek is, nemhogy felnőttek. És milyen lehetett János apostolnak látni és felismerni Jézus Krisztusban az Isten fiát, azt a bárányt, aki eltörli az én bűnömet. És nem is lenne szüksége megkeresztelkedni. Hát nekem kellene általad, később a beszélgetésnek csak egy-egy részletét mondom,
Azt mondja, nekem kellene megkeresztelkedni általad, nem nekem, téged. Hát én vagyok az, aki bűnös ember vagyok. Hát én vagyok az, aki méltatlan vagyok. És hogy olvassuk ennek a beszélgetésnek az elején, ennek a bizonságtevésnek az elején, amikor János beszél a farizeusokkal. Azt mondja, hogy én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. És én szeretném, hogyha ez a gondolat nem lenne igaz ránk, egyetlen ember sem mondhatná azt, egyetlen emberre se vonatkozhatna Jánosnak a szava, hogy akit ti nem ismertek. Vajon hogyan ismerem én Jézust? Amikor beszélgettünk ma a halottak feltámadása kapcsán különböző időben eltérő esetekről is, akkor az egyik ilyen halott támasztás Jézus Krisztus szolgálatában Lázár feltámasztása volt. És el lehet jutni az emberi keménységnek egy olyan fokára, amikor nem csak egy élő Istent utasítok el, hanem Jézus legnagyobb csodáját Lázár feltámasztásában, egy negyednapos halottnak a feltámadása kapcsán is valaki még Lázárt is szerette volna eltörölni. Hogy még annak a bizonyítéka is tűnjön el, hogy milyen hatalma van az Istennek. Ha valaki akar hinni, akkor van annyi bizonyság, és kap annyi bizonyítékot az Isten szent lelkétől, hogy higgyen. De ha valaki kételkedni akar, az Isten soha nem veszi el a kételkedés lehetőségét. És az az Isten szólított téged, és szólít mindannyiunkat, és szólít minden hallgatót, nézőt és jelenvalót, hogy én csak vízzel keresztelek, és ez a keresztség most vízzel fog megtörténni. De jön valaki, aki szent lélekkel és tűzzel szeretne érinteni bennünket. Aki valóban, ahogy aztán a későbbiekben olvastuk János apostol első levele, 3. fejezet 16. versében, hogy arról ismerjük meg a szeretetet. Hogy ő az életét adta érettünk, és ezt láttuk beteljesedni, hogy ő valóban az Istennek a báránya volt. De majd arról ismerjük meg, hogy mit okozott ez a keresztség a mi életünkben, amikor mi is készek vagyunk másokért áldozatot hozni. Mi is kötelesek vagyunk odaadni az időnket, az életünket, és apróságokat azért, hogy mások életében ugyanez a csoda megtörténhessen. A Jóisten ebben legyen mindannyiunk segítségére, hogy megismerjük Jézust, hogy találkozzunk vele, hogy itt legyen közöttünk, hogy amikor nem mutatkozik be, de érinti a szívünket és a lelkünket, akkor lássuk mi is, ahogyan keresztelő Jánost látta. Látta Jézust ő hozzá menni. És lélekben ma ennek a csodája történik meg, és te is ezt éled meg, hogy látod Jézust te hozzád menni. És mindannyian látjuk Jézust hozzánk jönni. A Jóisten adja, hogy ezt megtapasztaljuk testileg, lelkileg, és ennek a tapasztalatával különösen te térhess majd haza az ő kegyelméből. Amen. Bármilyen nagy próbát kapok, szerelmet.
este sírban nyugodott, gondolták a fény halott, de harmadnap feljött a nap, Krisztus a sírból feltámadt. Most már kedves gyülekezet, a tegnap este folyamán volt egy megbeszélésünk itt a gyülekezetben, egy kedves alkalom, amikor beszélgettünk Katikával. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy vallástételi alkalom volt, ahol beszélgettünk arról, hogy miért is szeretne szövetséget kötni a Jóistennel, miért szeretne megkeresztelkedni. És a bizottságban mindannyian hálás szívvel láttuk azt, és egy emberként támogattuk abban, hogy ő megkeresztelkedhessen, és ennek a gyülekezetnek a tagja lehessen. És én szeretném, hogyha most felállnál, Katika, és a gyülekezet előtt is, hogy úgymond a vallástételedet meghallgathassák, egy néhány gondolatban szeretném összefoglalni, és szeretném elolvasni azokat a kérdéseket, amikről tegnap olyan részletesen beszélgettünk, és szeretném, hogyha egy picit erdébb jönnél, jó? Hogy inkább a gyülekezet felé, jó? Hogy láthassanak. Köszönöm szépen, igen. Kedves Katika, hiszel-e az egy Istenben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek a három örökkévaló személynek az egységében? Elfogadod-e Jézus Krisztus golgotai halálát bűneidért való engesztelő áldozatul, és hiszed-e, hogy Isten kegyelméből, Jézus kiomtott vérébe vetett hit által megváltott a bűntől és annak a büntetésétől? Elfogadod-e Jézus Krisztust uradnak és személyes megváltódnak? Hiszed-e, hogy Isten Krisztusban megbocsátotta bűneidet és új szívet adott neked, és elfordulsz-e a világ bűnös útjaitól? Hitáltal elfogadod-e a mennyei szentélyben értünk közben járó Krisztusnak az igazságát, és elfogadod-e, hogy átformáló kegyelmének és hatalmának ígéretében szerető Jézus Krisztus központú életet élj otthonodban és a világ előtt is? Hiszed-e, hogy a Biblia Isten ihletett szava a keresztény ember számára a hit és a gyakorlat egyetlen mércéje? Elkötelezed a magad, hogy rendszeresen időt töltesz imádsággal és a Biblia tanulmányozásával is. Elfogadod-e a 10 parancsolatot Isten jellemének írott kifejezéseként és akaratának kinyilatkoztatásaként? Szándékodban áll-e a benned lakozó Krisztus ereje által megtartani ezt a törvényt, beleértve a 4. parancsolatot is, ami előírja a 7. napjának, az Úr szombatjának, a teremtés emlékének megünneplését? Várod-e Jézus közeli eljövetelét és az áldott reménységet, amikor a halandó test halhatatlanságot ölt magára? Miközben készülsz az Úrral való találkozásra, bizonságot teszel-e megváltó szeretetéről, felhasználva talentumaidat, személyes lélekmentési törekvéseidben, és ezzel is segítve másokat, hogy elkészüljenek Krisztus dicsőséges megjelenésére? Elfogadod-e a lelki ajándékokról szóló tanítást, amiben a Biblia azt
tanítja, hogy a prófétaság ajándéka a maradék egyház egyik ismertető jele. Hiszel-e az egyház szervezetben, és szándékodban áll-e Istent imádni, és az egyházat támogatni adományaiddal, tizedeiddel, személyes erőfeszítéseiddel és a befolyásoddal? Hiszed-e, hogy a tested a Szentlélek temploma, és tisztelned kell Istent azzal, hogy arra gondot viselsz, elkerülvén az ártalmas dolgoknak a használatát, tartózkodva tisztátalan ételektől, az alkoholtartalmú italok fogyasztásától, vagy előállításától, vagy akár annak árusításától, és az emberi fogyasztásra készült dohány bármiféle formájának használatától, előállításától, árusításától, vagy a kábítószerek helytelen használatától és terjesztésétől? Ismered-e és érted-e a hetednapi adventista egyház által tanított alapvető bibliai elveket? És szándékodban áll-e Isten kegyelméből teljesíteni akaratát azzal, hogy életedet ezekkel az alapelvekkel összhangba hozod? Elfogadod-e az új szövetség tanítását az alámerítéssel történő keresztségről, és szeretnél-e Krisztusba és bűneid bocsánatába vetett hited nyilvános kifejezéseként is így és itt megkeresztelkedni? Hiszed-e és elfogadod-e, hogy a hetednapi adventista egyház a bibliai proféciák maradék egyháza, amely minden népből, fajból és nyelvből embereket hív és fogad közösségbe? És szeretnél-e ennek a világszéles egyháznak így Gyulán a helyi közösségéhez, a gyülekezetéhez tartozni? Kedves gyülekezet, hallhattátok Katikának a gondolatait, és mi is, mint tegnap halva ennek a részletesebb és mélyebb gondolatoknak a kifejtését is, szeretnétek-e támogatni abban, hogy ő megkeresztelkedhessen most itt, és szívesen veszitek-e, hogy a gyülekezet tagja legyen. Köszönöm szépen. Te most ott álltál, és nem látod, hogy még fent is mindenki jelentkezett, és... Köszönöm a testvéreknek a támogatását, és én hálás vagyok a Jóistennek, hogy elvezetett téged eddig. Hálásak vagyunk az Életmód Klubnak, és az ottani erőfeszítéseknek, hogy olyan sokan megismerhetik még ott, nem csak a testi egészséget, hanem a Jóistennek a lelkünkre és az örök életünkre való hatását is. És én szeretném kérni a szolgálattevő munkatársamat, Andrást, hogy vegye át a szolgálatot, és kérjük imádságban ehhez a Jóistennek a támogatását. Kérném, hogy a gyülekezet álljon fel. Hallottuk az ő meggyőződésének a kifejezését, és a gyülekezet is kifejezte a béli szándékát, hogy szívesen látja őt a testvéri közösség sorai között. Nagyon jól tudjuk azonban, hogy az emberi fogadalomtétel a Jóisten hathatós segítsége nélkül vajmi keveset ér. Épp ezért most a keresztség szertartását megelőzően Istennek az áldását fogjuk kérni, elsősorban Katikának az életére, de a gyülekezetére is, hogy Katika, illetve az egész gyülekezet Isten testének, Jézus Krisztus testének részeseként közösen kezet ölt be, egymás segítve és támogatva tudjon haladni Isten országa felé. Hajtsuk meg mindannyian a fejünket, és így kísérjük az imádságot. Mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy Te a mai világban is kinyilvánítod hatalmadat, szeretetedet. Köszönjük, hogy megszólítottad Katikát, köszönjük, hogy őt késztetted, hogy feléd lépéseket tegyen, és köszönjük azt, hogy különösen ezt egy olyan nehéz időszakban tehette meg, amikor a közelmúltban drága férjét elveszítette, és ez a veszteség súlyos teherként nehezedett az ő életére, a család életére. Köszönjük Istenünk, hogy Te ebben az időszakban különös szeretetettel átkaroltad őt. Hálásak vagyunk azért, hogy miközben átkaroltad, Te biztosítottad szeretetedről, jóvoltodról,
hogy te az özvegyek mellett ott állsz mozdíthatatlan sziklavárként, és adsz segítséget és áldást, hogy a hit megszületése és ennek a csodája létrejöjjön. És köszönjük azt, Urunk, hogy mindezt tapasztalhattuk az ő életében. Köszönjük, hogy lépésről lépésre haladhatott. Hálásak vagyunk azokért az emberekért, azokért a hittestvérekért, akik őt támogatták ezen az úton. Különösen hálásak vagyunk Bordás Katikáért is, aki annyi mindent megtett annak érdekében, hogy Bíró Katika szívében is a hit megerősödjön, és igazán a döntésig is eljuthasson. Köszönjük Istenünk, hogy te itt vagy most jelen. Köszönjük, hogy te szeretnéd a személyes jelenléteddel megpecsételni ezt a szövetséget, és amikor belépünk a keresztvízbe, hisszük azt Jézusunk, hogy nem egy gyenge emberi kéz végzi majd a szertartást, hanem Krisztusunk, te vagy jelen, és te teszed valóságossá, hitelessé azt a döntést, amely arról szól, hogy Katika szeretne egy új életre feltámadni, és valóban veled élő szövetségben együtt járni. Áld meg kérünk a gyülekezetet, áldjál meg minnyájunkat, hogy ez a szertartás minnyájunk életét betöltse, és a te szent lelked jelenléte tegye valóságossá azt, hogy ez a szertartás nem egy emberi akaratnak a kifejezése, hanem a te jelenlétednek való hálaadás, és annak a valósága. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Vallomására megkeresztellek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében. Ámen. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Kedves Katika, kedves gyülekezet, keresztségi Isten tiszteletünk befejező szakaszához érkeztünk el. Olvasok egy ígét, ami ma már egyszer elhangzott, mégpedig itt a medencében. Katikának a köszöntő ígéje így hangzott Ézsaiás könyve 26. fejezet 3. verséből. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Egy nagyon-nagyon személyes hangú íge. Isten közvetlen megszólítja azt, aki szeretne úgy dönteni az életében, ahogy drága Katika, te is döntöttél az életedben, hogy szeretnél ő benne bízni, szeretnél a te szívedben őrá támaszkodni. És ennek az ígének van egy csodálatos ígérete, amely ma elsősorban hozzád szól, de ez az ígéret mindnyájunkat megcéloz. Azokat is, akik már régebb óta járjuk Istennek az útjait vele szövetségben, és azokat is, akik még nem jutottunk el életünknek arra a mindent betöltő, csodálatos döntésére, hogy megértve Jézus Krisztus áldozatát, megértve azt, hogy Isten mi mindent tett értünk, egyszerűen úgy döntünk, hogy akkor szeretnénk az életünket átadni ő néki. Ebben az ígében azt mondja Ézsaiás, hogy kinek szíve reát támaszkodik. Azt hiszem, hogy mindannyian értjük akkor is, hogyha Bibliát olvasó, vagy Bibliát nem annyira olvasó emberek is vagyunk, hogy itt biztos, hogy nem arról a kis húscsomóról van szó, amely itt lüktet a mellkasunkban, és pumpálja a vért az erek felé, hanem arról a részéről van itt szó az életünknek, amely kézzel nem ragadható meg.
amely nem egy olyan valóságos szerv, amelynek a pontos helyét lehetne bárhol is definiálni az emberi szervezetben. Itt arról a szívről van szó, amely a személyiségünket, a gondolatvilágunkat jelenti, a lelkünket, a lelkiismeretünket jelenti. Életünknek arról a részéről van szó, amely fizikailag nem látható, kézzel meg nem ragadható, de mégis van, ahol, Katika, te is érezted, tudtad azt, hogy Isten az ő fia által áldozatot vállalt, érted. És a mai Isten tiszteletnek ez a legfőbb üzenete, drága gyülekezet, hogy Isten az ő fia által mindnyájunkért áldozatot vállalt. Ő mindnyájunkért meghalt, mindnyájunkért feláldozta az életét azért, hogyha erre rezonálunk. Erre azt mondjuk, hogy na ez engem érdekel. Erről szeretnék többet tudni, erről szeretnék többet hallani, erről szeretnék gondolkodni, és ha Isten tovább tud bennünket vezetni lépésről lépésre, akkor ő azt a csodát meg fogja tenni az életünkben, hogy egyszerűen olyan mindent betöltő vágy születik meg, ha Isten ennyi mindent megtett értem. Eljött ide a földi világba, megalázkodott az Isten, a Teremtő Isten, hogy emberi létformában küzdjön, és mutasson példát nekünk, hogy hogyan lehet a rossz fogságából győzedelmesen kikerülni. Hogyha ő fölvállalta azt is, hogy meghalljon én értem, akkor én szeretném átadni az életemet ő néki. Ma annak voltunk a tanúi, hogy egy drága lélek hogyan döntött Isten mellett. Hogyan adott egy pozitív választ a krisztusi hívásra. De ez a mai Isten tisztelet egyben egy hívás mindnyájunk számára. Akik már átadtuk életünket az Úr Jézusnak, hívás, hogy ehhez a szövetséghez mi hűséggel éljük az életünket. Akik még nem jutottunk el odáig, hogy odaadjuk az életünket a mi drága megváltónknak, ez az Isten tisztelet szintén hívás, hogy ezt a döntést megtehetjük mindannyian. És ez az ígéret, amely a Keresztelőmedencében is elhangzott, mindnyájunk számára életet és valóságot jelent. Kinek szíve reát támaszkodik? Ezt mondhatnánk így is, hogy ki az ő szívében, a lelke mélyén úgy dönt, hogy velem együtt akarja szövetségben járni az ő életét. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Ennek az ígének az is egy csodálatos üzenete, hogy Isten békében őrzi a benne bízókat. Békében akkor, miközben a külvilágban háború van. Békében akkor, miközben járvány pusztít. Békében a szívünkben, vagyis harmóniában önmagunkkal és harmóniában Istennel. Vagyis Isten egy olyan életet kínál fel az ő benne bízó ember számára, hogy ebben az életben nem lesz konfliktus. Nem lesz egy olyan konfliktus, hogy arra kelljen gondolnom, hogy van egy meggyőződésem, és ehhez képest teljesen másképpen élek. És én azt hiszem, hogy egy ember számára ettől nagyobb ígéret nem létezhet. Ember, élhetsz Isten segítségével a meggyőződésedhez hűségesen. Ez az íge, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Ezt ígéri. Ez az ígéret kísérjen, Katika, téged tovább az utadon, és legyél hűséges a te Istenedhez, mert ő hűséges hozzád. Legyél hűséges ő hozzá úgy, hogy nap mint nap add át az életedet ő néki. És nyugodtan mondd azt, hogy Uram, annyi minden megoldhatatlan feladat van előttem, de veled együtt
én mindenre képes lehetek. És drága gyülekezet, ugyanezt az imádságot mi mindannyian elmondhatjuk. Hadd mondjam még egyszer. Akkor is, hogyha Istennel szövetségben élünk, és akkor is, hogyha még előttünk állnak életünk nagy döntései. Én ezt kívánom mindenki számára, hogy ez a csodálatos ige valamennyiünk életének a kísérője lehessen a továbbiakban. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Isten adja meg, hogy ő vele együtt olyan tapasztalatoknak lehessünk a részesei, amelyet egyedül, emberként egyedül esélyünk sem lenne átélni. Isten áldjon meg minnyájunkat, és az ő gazdagságával ajándékozzon meg valamennyiünket. Amen. Kedves Katika, mielőtt énekkel is áldással lezárulna ez a mai keresztségi alkalom, és mielőtt még olyan sokan oda fognak menni hozzád, szeretném a gyülekezet nevében, hiszen te nem egy olyan egyháznak, egy olyan szervezetnek lettél a tagja, akik olyan nagyon nagyok és távol vannak, nagyon kedves, köszönöm, hanem itt ennek a gyulai közösségnek, ahol te ismersz mindenkit, és ahol nem olyan kis résztáblás neve lesz a cégednek, mint esetleg néhány helyen, de hiszük, hogy a mennyben felírt módon van helyed itt, és még olyan sokaknak. És szeretnénk a családod számára is, a szeretteid számára is, és mindenki számára olyan hálával tekinteni arra a feladatra, azokra a mindennapokra, amik még előtted vannak, és ezzel a kis csokorvirággal is szeretnénk a gyülekezet jó kívánságát mindennapokra, és a közöttünk a napokra is kívánni. A Jóisten áldjon téged, és köszönjük, hogy a szeretetben itt vagy közöttünk. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.